Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Hidegkútról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Hidegkúton, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit konkrétan innen indítok Hidegkútról. És akkor egy kicsit körül is tekintünk. Hát nem arra felé fogok elindulni, mert ez az út ez tulajdonképpen egy zsákutca, tehát nem arra felé fogok elindulni, hanem tekintsünk egy kicsit körül. Így néz ki amúgy a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És itt van lent ugye Hidegkút, tehát ez itt lent konkrétan Hidegkút. Tehát ez itt maga Hidegkút, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt vagyok ugye Hidegkúton, és konkrétan innen fogom elindítani a mai kis túrámat. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És én majd szépen arrafelé fogok elindulni, tehát abba az irányba fogok elindulni, és ha minden jól megy, a mai napon, ezen a csütörtöki napon el fogok sétálni innen Hidegkútról egészen Balatonfüredig. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor egy kis körültekintés, ugye ott látható a Hidegkúti Katolikus Templom, tehát az ott a Hidegkúti Katolikus Templom, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és ez itt lent konkrétan a Hidegkút a völgyben, tehát ez itt lent konkrétan a Hidegkút, ami ott látható lent a völgyben, amúgy nagyon szép kis falu ez, de ezt ugye már nyáron is elmondtam, amikor utoljára itt jártam, hogy ez egy nagyon szép kis falu, ez a Hidegkút, és akkor innen fogok a mai kis túrámmal elindulni, innen Hidegkútról. És akkor, ahogy mondottam, nem arra felé fogok elindulni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és bele is vágok ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóba, amit konkrétan innen indítok Hidegkútról. Tartsatok velem! És akkor, ahogy mondottam, már nem is húzom az időt, hanem szépen elindulok innen Hidegkútról, Balatonfüred irányába, tartsatok velem! És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már tulajdonképpen el is indultam Balatonfüred irányába. Hát a mai tervem az az, hogy innen Hidegkútról le fogok sétálni egészen Balatonfüredig, tehát ez a mai tervem erre a csütörtöki napra. Hát ez egy újabb túraútvonalas videó lesz, hogy a mai napon is fogok túraútvonalakon bóklászni, illetve túrázni, méghozzá nem is egyfajta túraútvonalon, mert konkrétan három különböző túraútvonalon fogok haladni. Az első az majd a zöldsáv túraútvonal lesz, a második ugye a sárgasáv túraútvonal, a harmadik pedig a sárga kereszt túraútvonal lesz, amely által meg fogok majd érkezni Balatonfüredre. És akkor szépen haladok, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor elindultam innen Hidegkútról, tehát konkrétan innen Hidegkútról indultam el, és akkor szépen haladok egészen Balatonfüredig. Hát bízok benne, hogy ez a mai napon ez meg fog valósulni, hogy eljutok Balatonfüredig. Hát konkrétan ugye 3:40 van, hát nagyjából ugye van még 6 óra hosszám, mire elkezd majd szürkülni az idő. Tehát nagyjából a 6 óra hosszám van.
mire majd elkezd majd beszürkülni az idő. Hát bízom benne, hogy ez a 6 óra alatt azért meg fogok érkezni Balatonfüredre, mert nem szeretnénk ugye a sötétbe bóklászni, mert nem szívesen bóklásznánk a sötétbe tulajdonképpen. Hát bízok benne, hogy még világosba meg fogok érkezni ugye Balatonfüredre, tehát ebbe bízok a legjobban, hogy még a világosba, tehát még a sötét beállta előtt meg fogok érkezni, és akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát elengedem ezt a postás autót, de ez itt egy postás autó, és akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor haladok ugye, ahogy mondottam, ugye Balaton Füred irányába, tehát Balatonfüredig fogok lesétálni ezen a mai napon, innen Hidegkútról. Hát fordítva már megtettem ezt az utat, tehát fordítva már ezt az utat megtettem két alkalommal is, amikor Balatonfüredről fölsétáltam egészen idáig. Ugye az egyiket azt tavaly télen csináltam, a másikat meg tavaly tavasszal. Tavaly télen miről beszélek? Beszélek itt ostobaságot. Még ez még idén volt, tehát 2022-ben. Tehát beszélek itt ostobaságot tulajdonképpen. Tehát idén, ugye már idén már több alkalommal is jártam itt Hidegkúton. Főleg nyáron voltam itt. Hát amikor egyik alkalommal ugye Aszófőről jöttem, illetve Balatonszőlősről, akkor is jártam itt Hidegkúton. Meg akkor is jártam itt, amikor ugye Balatonfüredről ugye elsétáltam egész idáig Hidegkútig. Hát az konkrétan két alkalommal volt, két különböző túraútvonalon. Hát most az egyiken most fordítva vissza fogok menni, tehát az egyik túraútvonalon fordítva vissza fogok menni Balatonfüredre. És az most nem a zöldsáv túraútvonal lesz, tehát az most nem a zöldsáv lesz, hanem ahogy mondottam, ugye a mai napon ugye több túraútvonalat is fogok érinteni. Az egyik az ugye a zöldsáv, tehát az egyik az a zöldsáv túraútvonal lesz, a másik ugye a sárgasáv, a harmadik pedig a sárga kereszt túraútvonal lesz, amit ezen a csütörtöki napon fogok érinteni, mire majd meg fogok érkezni végül is Balatonfüredre. Hát most a mai napon ezt a túrát találtam ki magamnak. Hát ezt mondjuk már a tegnapi napon kitaláltam. Tehát konkrétan én ezt már a tegnapi napon kitaláltam ezt a túrát. A mai napon meg, ha minden jól megy, ezt véghez is fogom vinni. És itt nem sokára balra el is kell majd kanyarodnom konkrétan. És rá kell térjek majd a lassacskán a zöldsáv túraútvonalra. Hát ez mondjuk Zsák utcának van jelölve, ez az út, ami itt most balra fölmegy, tehát ez konkrétan ugye Zsák utcának van jelölve, de tudtommal azért a térképet megnéztem, és ott akkor nem Zsák utcaként láttam, de viszont itt viszont úgy látom, hogy ez Zsák utca. Hát elképzelhető, hogy ez tényleg Zsák utca. Tehát ez elképzelhető, hogy tényleg Zsák utca, és valójában nem vezet sehová. Hát jó van, lányok és fiúk, akkor megyünk egyenesen, mert ez több, mint valószínű, hogy Zsák utca, így hát akkor nem erre felé fogok haladni, hanem tovább egyenesen. És akkor szépen majd rácsatlakozok lassacskán a zöldsáv túraútvonalra, és a zöldsáv túraútvonalon fogok majd haladni egy darabig, tehát csak egy darabig fogok haladni a zöldsáv túraútvonalon. Hát konkrétan csak egy darabig fogok haladni, és utána majd szépen majd le fogok térni a zöldsáv túraútvonalról, át fogok térni majd a sárgasávra, és akkor haladok majd Balatonfüred felé. Hát már most is valójában ugye Balatonfüred felé haladok,
de innentről simán el tudnánk sétálni Balatonszőlősig is, mert simán el tudnánk akár Balatonszőlősig is sétálni innen, sőt, még Aszófőig is, hiszen ugye nyáron én ezt már teljesítettem, csak éppen pont fordítva. Tehát nyáron én ezt az útvonalat már teljesítettem, csak éppen pont fordítva. És akkor szépen haladok előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen. És lassacskán rá fogok térni majd a zöldsáv túraútvonalra. És a zöldsáv túraútvonalon fogok haladni a sárgasáv túraútvonalig. És majd a sárgasávon is fogok haladni Balatonfüred felé. És végül a sárgasávról is le fogok térni a sárga keresztre, és a sárga kereszt túra útvonal által fogom megközelíteni konkrétan Balatonfüredet. És akkor itt nem sokára majd balra el is fogok kanyarodni, mert nem sokára itt már rá is csatlakozok a zöldsáv túra útvonalra, tehát az itt már nem sokára meg is fog történni, hogy rácsatlakozok itt a zöldsávra. És akkor szépen a zöldsávon fogok haladni jó darabig. És akkor itt kell majd most balra elkanyarodnom. Igen, tehát itt kell balra elkanyarodnom. Tehát itt hagyom a jó kis szilárd burkolatú utat. És akkor itt szépen balra be is kanyarodok. Amúgy arrafelé halad a zöldsáv túra útvonal, egészen Aszófőig, tehát abban az irányban van Balatonszőlős és Aszófő is. És akkor itt szépen balra bekanyarodok, tehát errefelé. És akkor haladok már a zöldsáv túra útvonalon. Tulajdonképpen már rá is tértem a zöldsáv túra útvonalra. És akkor szépen ezen fogok majd haladni egy kis ideig. És most egy kicsit elhallgatok, mert itt azért kutyák is vannak, és nem szeretném, ha itt a kutyák kijönnének és megharapnának. És akkor ugye itt kezdődik a magánterület, és akkor itt rá is térünk a zöldsáv túraútvonalra, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tehát itt látható a zöldsáv túraútvonalnak a tök egyértelmű jelzése, és akkor a továbbiakban ezen a zöldsáv túraútvonalon fogok haladni egy kis ideig, tehát egy kis ideig ezen a zöldsávon fogok haladni, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És itt szépen a kerítés mellett föl fogok kapaszkodni itt a dombon. És akkor, hogy láthassátok ezen a felvételen, elkezdtem fölfelé kapaszkodni itt a dombon. Hát errefelé halad a zöldsáv túraútvonal. És akkor itt szépen kapaszkodok fölfelé, ahogy látható ezen a felvételen, tehát kapaszkodok fölfelé neki a dombnak tulajdonképpen. Ez egy ilyen bemelegítés konkrétan, mert azért a mai napon, ha nem is sokat, de fogok mászni hegyet, ha nem is túl sokat, hát ez az első konkrétan ezen a csütörtöki napon, tehát ez az első, amit megmászok. És akkor itt szépen haladok fölfelé, itt a zöldsáv túraútvonalon.
akkor folytatom tovább a én kis túrámat, és mindjárt így a túrám elején kezdek egy hegymászással, konkrétan, ahogy láthatjátok ezen a felvételen, tehát mindjárt egy hegymászással kezdek, és akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor valójában hidegkutat már magam mögött is hagytam, és akkor szépen haladok ugye Balatonfüred irányába, ezen a zöldsáv túraútvonalon. Amúgy ez a zöldsáv túraútvonal egészen Balatonfüredig elvinne, mert tényleg elvinne Balatonfüredig, ez a zöldsáv túraútvonal. Ha csak ezen a túraútvonalon maradnánk, akkor is eljutnánk Balatonfüredig, csak erre felé egy kicsit hosszabb az út, tehát erre felé azért egy kicsit hosszabb, hogyha a zöld sávon haladnánk mind végig, tehát erre felé egy kicsit hosszabb a út, így hát fogok majd rövidíteni rajta, ezért mondtam azt a előzőjekben, meg a videó elején is, hogy nem csak ezen a zöld sáv túraútvonalon fogok haladni, ezen a csütörtöki napon, hanem fogok haladni a sárga sávon is, és a sárga kereszten is. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És itt rá is térünk erre a kocsi útra tulajdonképpen. És akkor ezen a kényelmes kocsi úton fogok haladni egy kis ideig. Tehát egy kis ideig ezen a kényelmes kocsi úton fogok haladni, miután megtörtént a visszatekintés, és akkor mindjárt egy kicsit visszatekintünk, hogy konkrétan ugye honnan is jövök. Hát onnan jön ez a kocsi út, tehát onnan jön ez a kocsi út, hát errefelé simán vissza tudnánk sétálni hidegkútra, és én konkrétan mutatom, én abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és már itt vagyok a zöldsáv túraútvonalon. Itt van egy magánterület, ahogy látható ezen a felvételen, ami körbe is van kerítve, és akkor haladok tovább itt a zöldsávon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor folytatom is tovább a én kis túrámat Balatonfüred irányába. Tehát Balatonfüred irányába haladok konkrétan, mert tényleg Balatonfüred irányába haladok itt a zöld sávon. És ez a zöld sáv túraútvonal amúgy nagyon hosszú, tehát ez tényleg egy baromi hosszú ez a zöld sáv túraútvonal, konkrétan 24 km hosszú. Mindjárt azt is elmondom, hogy miért. Mert konkrétan ez a zöld sáv túraútvonal, ez elindul Balatonfüredről, a vasútállomásról, és tart egészen Aszófőig, a vasútállomásig, de közben érinti Hidegkutat, illetve Balatonszöllőst is, ez a zöld sáv túraútvonal, és így jön ki ugye a 24 km, mert így jön ki a 24 km konkrétan. Hát egyszer majd végig fogom járni, tehát teljes egészében, elejétől a végéig. Hát amúgy én ezt már megtettem, tehát ha visszanézitek a korábbi videókat, akkor ugye én ezt már több alkalommal megtettem. Jó, hát egyben még sose jártam be, ezt a zöldsáv túraútvonalat, de viszont ugye az elmúlt időszakokban, az elmúlt hónapokban, években, ugye több alkalommal túráztam már itt a zöld sávon, mindkét irányból. Hát nézzétek meg azokat a videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy miről is beszélek. De viszont még egyben, tehát egyben egy nap alatt még sose toltam végig ezt a túraútvonalat, tehát még sose jártam úgy be. Hát talán majd
jövőre, tehát amikor már nyár lesz, vagy legalábbis tavasz, tehát akkor lehet, hogy majd egyik alkalommal rászánok egy napot, és akkor teljes egészébe be fogom járni ezt a 24 km hosszú zöldsávtúra útvonalat, mert azért 24 km az nem kicsi, még egyenes síkon se, nemhogy még hegyen völgyön, mert ugye ez egy eléggé hegyes völgyes kis túraút, és ugye így nem olyan egyszerű, és akkor itt jön egy elágazás, ahogy látható ezen a felvételen. Én a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem konkrétan arra felé fogok haladni, mert arra felé folytatódik a zöldsáv túraútvonal. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Amúgy errefelé van a Noszlopi Gáspár kilátó, tehát errefelé van a Noszlopi Gáspár kilátó is. Hát konkrétan ezen a zöldsáv túraútvonalon simán meg lehet közelíteni a Noszlopi Gáspár kilátót, hiszen ez a zöldsáv túraútvonal konkrétan a Noszlopi Gáspár kilátó mellett halad el, mert tényleg ott halad el. De hát erről is már ugye készültek videók, még a nyáron, és akkor meg is mutattam nektek magát a kilátót, mert nyáron jártam itt utoljára, méghozzá, ha jól emlékszem, augusztusban, tehát augusztusban jártam itt utoljára, és akkor ugye pont fordítva haladtam, tehát akkor pont fordított irányba haladtam, és ugye akkor Hidegkút felé haladtam, és nem pedig Hidegkút felől haladtam Balatonfüred irányába, mint most, mert most ugye Balatonfüred irányába haladok, illetve a Nosztori autós pihenő irányába. Ma a Nosztori autós pihenő is tök jó megközelíthető innen Hidegkútról, mert tényleg tök jó megközelíthető a Nosztori autós pihenő, mert tényleg tök jó megközelíthető maga az autós pihenő Hidegkútról. Ugye akkor három, illetve két túraútvonalon kell haladni, ugye az egyik az a zöld kereszt, a másik meg ugye a zöld sáv, és így lehet megközelíteni a autós pihenőt innen Hidegkútról. Tehát így lehet megközelíteni a autós pihenőt konkrétan. Ugye haladok itt a zöld sávon, utána rátérek a zöld keresztre, és akkor azon szépen el tudok sétálni egészen a Nosztori autós pihenőig. Na de nem ez a tervem erre a mai napra. Valójában az is egy jó terv, tehát az is egy jó terv lenne, de most nem ez a tervem, hanem az, hogy Balatonfüredig fogok elsétálni, mert Balatonfüredig fogok, tehát ez a mai tervem, hogy Hidegkúttól Balatonfüredig fogok elsétálni, részben ezen a zöldsáv túraútvonalon, részben a sárga sávon és a sárga kereszt túraútvonalakon fogok eljutni Balatonfüredig. Hát lányok és fiúk, hát ez egy ilyen közepes hosszúságú túra, nem is a leghosszabb, de nem is a legrövidebb, tehát ez egy ilyen közepes hosszúságú túraútvonal, amit a mai napon teljesíteni szeretnénk, mert tényleg ez egy ilyen közepes hosszúságú túraútvonal. Hát lányok és fiúk, hát nagyon bízok benne, hogy el fogok jutni egészen Balatonfüredig, mert ez volna a mai úti célom, tehát Balatonfüred. Eső se várható a mai napon, ha az időjárásnak lehet hinni. Tehát eső se lesz ezen a mai napon, nem úgy, mint az elmúlt napokban. Nem, mintha az elmúlt napokban olyan nagy esők lettek volna, mert nem, hanem inkább ilyen szemerkélések voltak az elmúlt napokban. Tehát így szemerkélt az eső. Most még ugye ez sem várható ezen a csütörtöki napon. Így hát
ezért is mertem belevágni ebbe a újabb túrába. Remélem, hogy velem tartotok a továbbiakban is. És akkor szépen haladok előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok itt a zöldsáv túraútvonalon. És most már ugye magam mögött hagytam Jócskán hidegkutat, mert Jócskán már magam mögött van hidegkút. Tehát már rég magam mögött hagytam hidegkút falut, ahonnan ezt a mai kis túrámat elindítottam. És akkor szépen haladok előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen. És természetesen a zöldsáv túraútvonalon vagyok most még, mert most még a zöldsávon vagyok, de már csak egy darabig, tehát már csak egy darabig fogok haladni ezen a zöldsáv túraútvonalon, utána rá fogok térni a sárga sáv túraútvonalra, és azon fogok majd haladni a továbbiakban. Hát bízom benne, hogy a mai napon ezt a eltervezett kis túrámat fogom tudni teljesíteni ezen a csütörtöki napon. Hát ugye 10 óra 5 perc van, pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy mikor készült ez a újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. Ez a pontos idő és dátum egyfolytában látható konkrétan a kijelző aljában. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor lassacskán föl is érünk a hegytetőre. Mert tényleg lassacskán föl is érek a hegytetőre, ahogy látható ezen a felvételen. Mert tényleg lassacskán föl érek a hegynek a tetejére, ami már itt van egy pár méterre előttem. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát haladok tovább ezzel a újabb kis túrámmal ezen a csütörtöki napon, amikor is szabadságon vagyok, hiszen a mai napon is konkrétan szabadságon vagyok, de ezt én már ugye a tegnapi videómban is elmondtam, meg a tegnap előtti videómban is, meg a hétfői videómban is elmondtam, hogy én ezen a héten végig szabadságon vagyok, így hát ezen a csütörtöki napon is a jó megérdemelt szabadságomat töltöm, és ugye, ha már szabadságon vagyok, akkor már túrázzak is, ha már egyszer szabadságon vagyok, és így hát itt vagyok és túrázok, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább, tehát folytatom tovább a én kis túrámat, és még a nap is kisütött ennek örömére, hogy itt túrázok, itt a zöldsávon, Balatonfüred és Hidegkút között, illetve Hidegkút és Balatonfüred között, mert valójában Hidegkút irányából haladok Balatonfüred felé, konkrétan. Hát bízok benne, hogy a mai napon ezt fogom tudni teljesíteni, ezen a csütörtöki napon. És mivel, hogy ez a videó már fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Természetesen én ezt a túrát fogom folytatni egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is, és én majd a továbbiakban mindjárt mutatom,
arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz, hiszen ennek a videónak itt és most vége lesz, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem és néztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is, egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, a Zöldsáv túraútvonalról, Balatonfüred és Hidegkút között. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm, sziasztok!